Már évek óta él az a hagyomány Szegiben, melyet idén is megtartottak. A település önkormányzata ugyanis minden éven egy vidám műsorral és vacsorával köszöni meg a nyugdíjasoknak a faluért tett áldozatos munkájukat. A megnyitó után a Tarcali Harlekin Musical színpad tart előadást, utána Újvári Marika Monoki Kántor asszony operettet és magyar nótákat majd elő, és utána még visszajön a kicsi és a nagy csoport egy fergeteges cigánytáncra, és utána pedig vendégül látjuk a kedves időseket. A nyugdíjas találkozót a polgármester több szempontból is fontosnak tartja. Egyszer egy évben találkoznak így talán együtt, meg talán falu karácsonykor van a falu apraja nagyja együtt. Hát most az idősebbek lesznek együtt, ugye gyerekkoruktól kezdve együtt éltek, és most ugye megfáradva otthon tartózkodnak, de ilyenkor a falugondoki szolgálattal, autóval felszállítjuk ide őket, akik persze már nem igazán tudnak járni, és egy kicsit ki tudnak kapcsolódni, végülis ez a lényege, megajándékozzuk őket egy kis ajándékkal, és vendégül látjuk. Tehát ez a célja, hogy összehozni őket, meg hát mi belőlük táplálkozunk tehát a múltból, ennyit nagyon is megérdemelnek. Napjaikat az otthonukban töltő idősek ezt a közös délutánt fontos eseménynek vélik. Ez egy nagyon-nagyon okos gondolat volt annak idején, mikor még az előző polgármester körülbelül már egy 5.-6. alkalommal megyen ez a nyugdíjas találkozó. És azért jó, mert ebben a kicsi kis faluban jobban összetartanék, mert ez a televíziózás már kivette az embereket a szomszédozásból, a beszélgetésből, ugye? Így azért legalább egy évben egyszer-egyszer össze tudunk jönni. Én nagyon örülök neki, hogy még erre egy kis pénzt is áldoz az önkormányzat, és meg is szoktuk köszönni nekik, és kérjük is, hogy ezt is továbbra is tartsuk meg ezt a kis jól eső érzés ebben az időben már. Szegi község Piros Rózsa nyugdíjas klubjának vezetője is elmondta véleményét a találkozóról. Olyan 5 vagy 6 évet megy ez folyamatosan, és azt mondtuk a polgármesternek, hogy csak ne hagyja abba, mert nagyon szeretjük ezt a műsort. Meg jól esik minden nyugdíjasnak, mert ebbe a kis faluban már szórakozás nincs. Csak ha mi is csinálunk egy kis műsoros estet, vagy bállal egybekötve, na akkor, de nem mindegyik jön akkor sem a műsorunkat. Thank you.